Jelképes ajándékkal köszönték meg az elkülönítetten gyűjtött hulladékot Nyíregyházán a Korányi Frigyes és a Kerék utcai hulladékudvarban. Az akció több mint 10 éves múltra tekint vissza. A Környezetvédelmi Világnap alkalmából szervezett program célja a hulladékudvarok és a szelektív gyűjtés népszerűsítése volt. A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékokért jelképes ajándékot adunk ezen a napon. Nem mérjük a hulladékokat, hanem ahányféle hulladékot behoznak, olyan ajándékot adunk egyféle hulladékért. Egy ilyen kis tasakot, amiben el lehet menni vásárolni, zöldséget, gyümölcsöt, pékárut hazahozni, kettőféléért ilyen kis hűtőzacskót, háromért pedig táskát, illetve növényi hulladékért komposztot vehetnek át a városlakók. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Már évek óta csatlakozik a Környezetvédelmi Világnaphoz, melyről még 1972-ben az ENSZ első a témához kapcsolódó világkonferenciáján döntöttek. A világnap célja széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, valamint terjeszteni a fenntartható fejlődés eszméjét. A nyíregyházi hulladékudvarokba egyébként térítésmentesen le lehet adni a csomagolási hulladékokat, építési törmeléket, nagy darabos lomokat, zöld és veszélyes hulladékot is, melyek a begyűjtést követően a hulladékkezelő központba kerülnek ki. A csomagolási hulladékokat átválogatjuk, és továbbadjuk újrahasznosításra. Aztán abból pedig különböző termékeket gyártanak, papírhulladékból papírterméket, műanyagból műanyagot, és így tovább. Tehát újrahasznosításra kerülnek a hulladékok. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Soron következő akciója a Ne dobd ki az iskolatáskád elnevezésű akció lesz, melyben az iskolakezdéshez szükséges nélkülözhetetlen eszközöket gyűjtik a hátrányos helyzetűek számára a nyár végén.